Szép jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt a friss Barcsi Krónikában. Elérhetőségeink változatlanok, továbbra is várjuk hívásaikat, ötleteiket és javaslataikat a 0670-639-1027-es telefonszámon, de írhatnak is nekünk az info@barcsmedia.hu elektronikus levélcímre. Kezdésként nézzük, mi mindennel foglalkozunk ma este. Január végéig be kell tartani a madárinfluenza miatti korlátozásokat, a térségben nem mutatták ki a kórt, Horvátország volt a gócpont. A Seres Kft. Dolgozói közössége és Reisz Tamás is Somogy polgáraiért díjat vehetett át a megyenapon, ezúttal Csurgó adott otthont a rendezvénynek. Sok változás történt az adózásban, a fogyasztókat, a családokat is érintik ezek. Mutatjuk a részleteket, hogy mire érdemes figyelni januártól. Ne égessünk el mindent a vegyes tüzelésű kályhákban. A kéménytüzekről és a kéményseprésről is kérdeztük a katasztrófavédelem szóvivőjét. Tovább pattog a labda a teremben, a városi bajnokságban a Mole Rouge ugrott az élre. 39 versenyző ült asztalhoz a Barcsi ulti nyitányon. Az egyik legbonyolultabb kártyajáték úgy tűnik, hogy nem a fiatalok sportja. Horvátországi gócpont miatt madárinfluenza megfigyelési körzet lett Barcs és további 9 település. Hazánkban és Horvátországban is várhatóan január 29-éig maradnak érvényben a megfigyelési zónára történő intézkedések. Vígan mászkálnak ezek a szárnyasok a Baromfi udvarban, a szigorú intézkedések nem keltettek pánikot a Barcs környéki gazdáknál. A Baromfiból van 30 tyúk, 3 kakas. A kokinokból van szintén ugyanúgy 10 körül. Hát lényegében csak azért tartsuk ezeket, mert ennek a tojása sokkal jobbak, tehát mint a bolti. Pista bácsi azt mondja, ő egyáltalán nem fél a madárinfluenzától. Egy horvátországi Baromfi udvar madárinfluenza fertőzése miatt kellett egyébként elrendelni a megfigyelési körzetre vonatkozó szabályokat, így a hús, az élő szárnyas és a tojás mozgatása is ellenőrzött tevékenység kell legyen minden baromfi tartónál, akár mekkora legyen is az odahaza tartott állomány. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, ez nem jelenti azt, hogy a húsból vagy a tojásból ne lehetne fogyasztani, hiszen emberre nem veszélyes kórokozóról van szó. 2016. december 27-én jelentette Horvátországban egy madárinfluenza gyanút egy háztáji gazdaságban, amely gyanú alapján még december 29-én került megerősítésre a H5N8 madárinfluenza vírus jelenléte. Ennek következtében a horvát állategészségügyi hatóságok védő és megfigyelési körzetet rendeltek el a telep körül, illetve a telepen és a környezetében elvégezték az ott lévő baromfik leölését. Az elrendelt védő és megfigyelési körzetek érintik Magyarország területét is. Mind a védőkörzet, mind a megfigyelési körzet egyes településeket, illetve egyes települések részeit érintik. Ezért ugyanazok a korlátozó intézkedések léptek életbe ezeken a területeken, mint a egyéb Magyarországon elrendelt védő és megfigyelési körzetekben, vagyis tilos az élő állatok szállítása, állati termékek szállítása, ez alól engedélyt az állategészségügyi, megyei állategészségügyi hatóság adhat csak. Természetesen az ott lévő baromfi állományok szűrése megkezdődött, egy nagy létszámú állattartó telep érintett. Ennek a klinikai vizsgálata már december 31-én megtörtént, az állatok szerencsére tünetmentesek voltak, ez egy házi tyúk tenyészállomány. Az elmúlt napokban a környékről, a zónából nem jelentettek semmilyen madárinfluenzára utaló tünetet, betegség gyanúját. Na jó, valam, nem kell csípni. Ez már egy másik háztáji, szintén a környéken. Ahogy a gazda mondja, a házi tartású baromfinak nincsen párja.
a házi tojásnak nincsen párja soha, ugye? Annak az kopirgál, füvet szed, kicsi táp is kell neki, egy kis kukorica, búza, azaz, minden kell neki, az igaz. Azt meg kell venni boltba, de ezáltal kicsit drágább is az egész természetesen. De hát ez van. Egy jó nukedlihez igazi házi tojás kell, ugye? Nem a bolti tojás, aminek se színe, se aromája nincs. Vagy megeszik egy rántottát, hát az aki hogy mondjam, kicsit ínyánc, az érzi, hogy nem ugyanaz, mint egy bolti tojásból készült kaja, ugye, természetesen. De hát ez minden húsra érvényes, nem csak a tyúkokra. A tyúkok elvonnak, elröpködnek. Minél, hogy mondjam, minél szabadon vannak a tyúkok, annál, hogy mondjam, szerintem a húsuk is attól nem esebb egy picikét. Hát a mangulicát is azért tartják a szabadon, ugye, hogy ott mindenfélét megeszik, és ez visszajön a kaján, a húsra is, ugye, természetesen. János sem félti az állományát. Azt mondja, ha idegen madár nem fér a tyúkjai közelébe, akkor nem lesz gond. Ennek ellenére a szigorú intézkedéseket be kell tartani, várhatóan még e hónap derekáig, ugyanis érvényben lesznek. A horvátatóságok január 20-áig állapították meg a védő, és január 29-ig a megfigyelési zónát. Magyarországon is ezek eddig a határidőig vannak a korlátozó intézkedések érvényben, kivéve természetesen, hogyha nem történik újabb megbetegedés és újabb eset a környéken, a zónákban. Fontos információ, hogy emberre egyáltalán nem veszélyes vírustörzset mutatta ki Horvátország hozzánk közeleső részén, ezért a hús és a tojás fogyasztását nem kellett korlátozni. Ez a H5N8 ugyanaz a vírus, amellyel Magyarország küzd most már 2 hónapja. A Bács megyében is ugyanez a vírustörzs található, emberre nem veszélyes, nincsenek olyan mutációk, amelyek a vírus az embert fogékonnyá tennék. A hatósági intézkedések megszüntetéséről ugyanígy tájékoztatják majd a lakosságot. Addig is arra kérik a baromfitartókat, hogy jelezzék állományuk nagyságát a helyi polgármesteri hivatalokban. A megfigyelési körzet Barcs teljes területére kiterjed, de Heresznye, Bolhó, Babócsa, Somogyarac és Komlóst teljes területe is érintett. Részben érintett település továbbá Csokonya-Visonta, Rinyaújnép, Rinyaújlak és Háromfa is. Idén ismét a megyeszékhelytől távol a Besőhelyen tartották meg a Somogyi Megyenapot, ahol a Somogy megyei közgyűlés legrangosabb elismeréseit adták át. A választás ezúttal Csurgóra esett. A Prokomitátus Somogy díj mellett 19-en kaptak Somogy polgáraiért díjat, köztük egy Barcsi és egy Potonyi kitüntetettet is köszönhettünk. A megyezászló bevonulásával és Somogy himnuszával kezdődött a címeradományozás 518. évfordulója alkalmából rendezett Somogyi Megyenap Csurgón. A megyék sorában Somogy jó fél évszázaddal megelőzve a többi megyét kapott címerhasználati jogot II. Ulászlótól, hangzott el a közgyűlésen. A történelmi visszatekintés mellett azért is fontos az idei alkalom, mert újra vidéki város adhatott otthont az ünnepi közgyűlésnek, hangsúlyozta Bíró Norbert elnök. A politikus rámutatott, a somogyi települések súlyát a fejlesztésekre szánt források is mutatják. Ez a folyamat 2014 óta, 13-14-ben kezdődött meg. A különböző, a területi operatív programról beszélünk, és ott a beszédemben is elhangzott ez a bűvös 43,5 milliárd forint. Ugye ez elsősorban az önkormányzatok számára kiírt pályázatokról beszélünk, és az orvosi rendelőtől, az ipari parkokon keresztül, az idegenforgalmon, a bicikliutak, kerékpárutakig egy nagyon széles fejlesztési lehetőséget hordoz magában. Ez elsősorban az önkormányzatok számára kiírt pályázati lehetőség, és a kiírás előtt még volt lehetőség az egyeztetésre, ezzel Somogy megye ért is, több-kevesebb sikerrel véleményezhettük itt a folyamatokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy decemberben megindult ennek az előkészítő folyamatnak a befejezése, azáltal, hogy az első pályázati elbírálások megtörténtek, és ennek a dömpingje most január közepétől várható.
Az ünnepi közgyűlésen fellépett többek közt Csurgó szülötte Bence Ilona színművész is, aki zenés dalcsokrával szórakoztatta a vendégeket. A megyenap díszvendége a reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére Steinbach József megyei református püspök volt, aki az összefogásra szólította fel a hívőket és a nem hívőket egyaránt. A megyei közgyűlés legnagyobb kitüntetését, a Pro Comitatus Somogy díjat vehették át Majtényi Szabolcs és Domokos András, a balatonföldvári Spartacus vitorlásegylet vitorlázói. A Somogy polgáraiért díjjal kitüntetettek sorában köszönhettünk egy barcsi vállalkozást, amelynek teljes kollektíváját ismerték el. A Barcsi Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. Dolgozói nem csak Barcs egyik legnagyobb foglalkoztatójánál látják el munkájukat, hanem a barcsi közélet aktív szereplői is. A környező országokban is ismert vállalkozás tagja a helyi cégeket tömörítő Barcs és Térsége Vállalkozói Egyesületnek, s támogatja Dél-Somogy sport és civil szervezeteit, hangzott el a méltatásban. Egy cégnek azért van egyéb kötelezettsége, nem csak a profitnak a termelése és az állandó megújulás. Gondolni kell itt a dolgozókra is, és kell a közösségre is gondolni. Éppen ezért támogatjuk a civil szervezeteket és sportot például. Igyekszünk közéletben is részt venni, és azt hiszem, hogy aktív tagjai vagyunk a barcsi életnek. A környékbeli elismerések sorát gyarapította Reisz Tamás potonyi polgármester kistérségi elnök elismerése is. Ő azt hangsúlyozta, a vidéken a feladatok is mások a közéletben, mint egy nagyobb településen. De szó szerint így van, hogy rákopogtatnak az emberre, nyilván mások a feladatok, és attól, hogy egy kis településen, egy kisebb környezetben az ember mindenkit ismer és viszont ismerik, ettől kezdve aztán a napi kapcsolat az nem időpontkéréses, az szombat éjjel vagy vasárnap hajnal teljesen mindegy. Az éppen adódó problémákat sajnos egy kis településen más nem nagyon oldja meg, vagy máshoz nem nagyon lehet fordulni, mint éppen a regnáló polgármesterhez, és hát ebből adódóan a feladatkör is egészen más, mint mondjuk egy nagyváros esetében. Mindenféle apró, ügyes, bajos problémákat próbálunk meg úgy megoldani, hogy a településen vagy a környező településeken élőknek ez jó legyen. Hát én remélem, hogy inkább több, mint kevesebb sikerrel, hát ezen dolgozunk erősen. A Somogyi Megyehét programjai tovább folytatódnak ezen a héten. Átadják a Megyehét keretében az Örökségünk, Somogyország kincse címeket, és több tudományos konferenciát, kulturális eseményt is tartanak majd Somogy szerte. Jelentős változásokat hozott adózás szempontjából a 2017-es év, amely egyrészt a lakosságot, a fogyasztókat, másrészt a munkavállalókat és a dolgozókat, harmadrészt pedig a gazdálkodó szervezeteket is érinti. Nézzük hát a teljesség igénye nélkül, hogy mi minden változott. A foglalkoztatókat és a munkavállalókat érintő 2017-es legnagyobb és legváratlanabb adózással kapcsolatos változása a minimálbér és garantált bér emelkedésének decemberi bejelentése. A karácsony előtt ismertté vált 25%-os béremelés azonban csak részben kedvező, akik megkapják, azoknak jó lesz, a vállalkozásoknak, különösen a kényszervállalkozásoknak azonban nagyon nagy teher, néha vállalhatatlanul, állítják szakemberek. Várhatóan vállalkozások szűnnek meg, vagy a dolgozókat csökkentett munkaidővel alkalmazzák majd. Arra gondolunk, hogy 25%-os béremelést egyik évről a másikra egy olyan vállalkozásnak, aki jelenleg is a lét és nem lét között gazdálkodik, piaci lehetőségei pedig nincsenek meg, hogy megemelje az értékesítési vagy szolgáltatási árait. Ott sajnos kigazdálkodni ezt a nagy arányú változást egyik évről hatékonyság növelése biztos, hogy nem lehet. A klasszikus minimálbér 13%-kal 127.500 forintra nő, a középfokú végzettséghez kötött szakmunkás bérminimum 161.000 forint lesz, ez 25%-os béremelést jelent. Ezt nem ellensúlyozza a 27-ről 22%-ra csökkent szociális hozzájárulási adó, és nem egalizálja ki a foglalkoztatónál jelentkező bérproblémákat sem. Tehát ha azt teszem, hogy egy szakmunkásnak az éves költsége az tavalyi évben mennyi volt, és az idei évben mennyi lesz, ez körülbelül 400.000 forint per fő többletterhet jelent egy
egy vállalkozásnak egy alkalmazott után. Szakemberek szerint ezt nehezen gazdálkodják ki, így kettős bérfeszültség várható. Egyrésztről, ha odaadják, a kiváló szakmunkásokat nem tudják majd differenciált bérezéssel megkülönböztetni. Másrésztről, ha nem kapják meg, hanem csökkentik a munkaidőt, ami ugyan szolgálati idő szempontjából nem jelent problémát, nyugdíjszámítás szempontjából viszont jelent. Ha eléri a keresete a minimálbért, független attól, hogy kevesebb órában dolgozik, tehát azt veszem, hogy mondjuk 127.500 forint a minimálbér, és ezt a keresete eléri, független attól, hogy nem 8 órában, nem 7 óra alatt keresi meg ezt az összeget, abban az esetben hátrányt nem jelent neki. De hogyha nem éri el ezt az összeget, tehát még ezt sem kapja meg, hanem 6 órában dolgozik, és nem 127.500-at, hanem csak 100.000 vagy 105.000 forintot keres, abban az esetben a szolgálati idő megalapítása szempontjából ez beleszámít, egész évnek számít, tehát egy év a 365 nap, viszont a nyugdíj megalapításnál már arányosítják, hogyha nem éri el a minimálbért, tehát mondjuk annak a 90%-át, akkor a nyugdíj számításnál csak a 90%-át fogják figyelembe venni. Ez bizony szerepet játszik a nők 40 éves munkaviszonyának megállapításánál is, és az öregségi nyugdíj megállapításánál is. A vállalkozásoknak még plusz terhet jelent, ugye, mert az ő esetükben nem csak a minimálbér vagy a szakmunkás bér után kell megfizetni járulékot, hanem ezeket az összeget egy bizonyos szorzószáma föl kell szorozni, és sajnos ebből eredően szintén egy komoly tehernövekedéssel kell számolni. A béren kívüli juttatásokat, a kafetérérrendszert is megbombázták, és talán a vesztét is okozza a változás, ugyanis az itt keletkező plusz terheket nem tudják már lenyelni a munkáltatók. A kedvező adózású béren kívüli juttatás és a magasabb adózású között egyre keskenyebb a mezsgye. A kedvező kamatozású adóterhe is emelkedik 34,22%-ra, és csak az évi 100.000 forint készpénzadomány és a Széchenyi kártya tartozik alá. Kikerülnének például az iskolatámogatás vagy épp az Erzsébet kártya is. Ezek után a munkáltatónak már 43,66%-os adót kell fizetni, így várhatóan csak kevés foglalkoztató tud majd ilyet adni. A vállalkozások adózási módjaiban is változások álltak, illetve állnak be 2017-ben. Az egyéni vállalkozásokra és a betéti társaságokra vonatkozik az a bizonyos KATA rendszer, a vállalkozók tételes adója, amit eddig 6 millió forintig lehetett választani, és főállású egyéni vállalkozó esetén havi 50.000 forintos járulékfizetést jelentett, mellékfoglalkozásként 25.000 forintot. A 6 milliót meghaladó bevétel esetén 40% volt az adóteher. Most ez a 6 millió forintos keret, ez fölemelkedett 12 millió forintra, illetve 8 millió forintig már választható az aranymentes adózás, tehát áfával sem kell foglalkozni. Ha 8 millió forint fölött van a katás vállalkozónak a bevétele, abban az esetben 8 millió forint fölött már ugye belép az áfa fizetési kötelezettség, és 12 millió forintig választható a kató, ezzel a kedvezménnyel, hogy mellékfoglalkozás esetén 25.000 forintos adót fizet havonta, főállás esetén pedig havi 50.000 forintot fizet. Akik januártól akartak élni a lehetőséggel, azoknak már decemberben be kellett jelentkezniük, de évközben is bármikor lehetőség nyílik a választásra, a bejelentésre és a kijelentkezésre is. Ha választani akarja ezt az adózást évközben, akkor bejelentkezik, amelyik hónapban bejelentkezik, a következő hónap első napjától vonatkozik rá ez az adózási rendszer. Tehát ha most valaki januárban bejelentkezik, akkor február 1-től lehet katás vállalkozó. Vagy valaki meggondolja magát márciusban vagy áprilisban, hogy ő neki ez nem jó, abban az esetben áprilisban mondjuk kijelentkezik, akkor május 1-től már nem katásként, hanem normális adózási rendszerben adózik az egyéni vállalkozó. A választott évi 8 vagy 12 millió forintos bevételi limit azonban komoly keretet jelent, aki túllépi, még a kijelentkezés előtt, a keret fölötti részből 40%-os adót fizet. A kis vállalkozásokra, tehát akire a KATA nem alkalmazható, nem egyéni vállalkozó, nem BT, hanem KFT-k, egyéb vállalkozások, azokra a KIVA vonatkozik, ez a kisadózó vállalkozásoknak az adója, ami
az eddig úgy nézett ki, hogy a adóteher itt 16%-os volt tavaly, most ez az adó 14%-ra módosult, azzal a változással is, hogy ezt a kifizetett bérek után kell megfizetnie. Tehát aki a kivált választja, annak nem kell megfizetni a 22%-os szociális hozzájárulási adót, nem kell megfizetni a 1,5%-os szakképzési hozzájárulást, és nem kell neki megfizetni a társasági adót. Vagyis 14%-os befizetéssel letudja a járulékokat, és az osztalék után is 14%-ot kell fizetni, ha 50 fő alatti foglalkoztató, és évi bevétele nem haladja meg az 500 milliót. Jelenleg az adózási formák legjobbja a kiva, a vállalkozások többsége pedig már át is lépett. A társasági adóra, aki ott maradt a társasági adóban, már egyrészt nagyobb vállalkozásról van szó, másrészt nem felel meg ezeknek a feltételekre, ami a kivásokra vonatkozik, azoknál a társasági adó van. Ugye ott azt kell tudni, hogy eddig a társasági adó mértéke 500 millió forintos nyereségig 10% volt, 500 millió forint nyereség fölött már 19% volt az adó. Ez a két adókulcs, ez a 10%-os és 19%-os kulcs módosult, és január 1-től képződött eredményre már csak 9% lesz a társasági adó. Ami szintén nagyon kedvező változás, bár a környező államokban bizonyos összegig nincs adó a béreknél, és az igénybe vehető csökkentő tényező is több. Nálunk 100 forintból 34,5 megy el adóra, Németország egyes tartományaiban ugyanez csak 12. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy nőtt a két gyermekeseknél az igénybe vehető kedvezmény összege, gyermekenként 15.000 forintra havonta, és ez folyamatosan nő. A három gyermekeseké maradt 33.000, de szinte senki nem tudja kihasználni a maximum járulékoknál, mert nincs akkora fizetésük, az egy gyermekeseknél pedig maradt a 10.000 forint. Megszaporodtak a kéménytüzek, vagy csak nekünk tűnik növekedésnek a mennyiség? Mit kell tenni? Na és persze, miként változott a kéményseprés rendszere? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai Barcsi Krónikában. Vendégünk pedig Bázelné Mihályka Szabina, tűzoltó főhadnagy, a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője. Elnézést kérünk, a régi ismerettségre való tekintettel tegeződni fogunk. Szervusz, jó Szervusz. Estét! Köszöntöm én is a nézőket! Megszaporodott valóban ez a szám? Jóval több, vagy csak nagyobb reflektort fényt kapnak a kéménytüzek mostanság? Vagy tényleg gondatlanabbak vagyunk? Én úgy gondolom, hogy talán mind a kettő. Úgy arányaiban tekintve nincs több kéménytűz a megyében. Október 15-e óta, ugye, amit a fűtési időszak elkezdődött, azóta 59 kéménytűzhöz riasztották a megye tűzoltó egységeit, ebből 20 volt ugyan az idei évben, tehát lehet, hogy ez a szám úgy egy kicsit megugrott, és emiatt tűnik úgy, hogy megszaporodtak a kéménytüzek, de abban is van valami, amit mondasz, hogy valóban felelőtlenek vagyunk. Tehát, hogy nem a tüzelőberendezéseknek megfelelő fűtőanyagot használjuk, szinte az emberek mindent a tűzre dobnak, amit csak a háztartás, illetve a ház környékén találnak, így próbálják talán a költségeket csökkenteni. Arra is gondolhatunk, igen, hogy Somogy egyébként sincs olyan jó anyagi körülmények között, úgyhogy a lakosság ebből kifolyólag is ugye inkább a tűzifával próbál meg spórolni, arra nem gondolva, hogy kéménytűz esetén többet kell mondjuk a fűtőberendezésre költeni, mert az gyorsabban megrongálódik, arról nem is beszélve, hogy akár a lakók élete is veszélybe kerülhet. Miért veszélyes egyébként egy kéménytűz, hiszen lehet, hogy sokaknál azért itt a szénmonoxid mérgezésekkel és minden egyébbel kapcsolatosan némi információ, dömping van, amit nehéz szelektálni, és bár elődeink is azt mondták, hogy jaj, hát majd kiég belőle a korom. Ez így van, hogy majd kiég belőle a korom? Az a szerencsésebb egyébként, de az a legbiztosabb, hogyha észrevesszük, hogy mondjuk szikrák pattognak ki a kéményből, vagy érzékeljük a füstöt, akkor azért kérjünk tűzoltói segítséget, hiszen nagyon sokszor előfordul az, hogy a kéménytől a kéményfala átmelegszik, átterjed a tűz a gerendára is, és nagyon gyorsan egy tetőtűz is kialakulhat belőle, és aztán a lakás többi részére is átterjed a tűz. Tehát ezért mindenképpen fontos, hogy ha már megvárjuk, amíg a kémény
versenyből kiég a korom, való a lerakódott korom, azért tűzoltói biztosítás legyen a helyszínen. Ráadásul ugye tűzoltó kollégák kéményseprőt is kérnek a helyszíre, hogyha ők aznap mondjuk nem tudnak kiérkezni, akkor a kollégák megvárják, illetve eltávolítják a tisztítónyíláson keresztül az izzó részeket a kéményből, hogy a tűz ne terjedjen tovább. Mondhatnám azt is, hogy valóban gondatlanok vagyunk-e, és ebből fakad a történet. Miért veszélyes az, hogyha az ember mindenfélét bedobál a fűtőberendezésbe? Sokkal gyorsabban elkormozódik a kémény, tehát lerakódik ezekből az anyagokból, kicsapódik a kátrány, és ez lerakódik, egyre vastagabb lesz ugye a kátrány réteg a kémény falán, nem tud a füst távozni a kéményen keresztül, és ez sok esetben vissza is szivárog egyébként a füst, ami mérgezést is okozhat. Éppen ezért javasoljuk azt, hogy egyrészről a kéményseprőt minden esetben engedjék be, amikor ugye az értesítés megérkezik, hogy érkeznek a kéményseprő kollégák, illetve hát fordítsunk mindig az ellenőrzéseire, tehát mindig szakembert hívjunk egyébként, és ne csak a kéményeinket ellenőriztessük, hanem például a fűtő berendezéseinket is, mert hogy hát ezek is elromolhatnak, ugye Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, az el is romlik. Így van, és hogyha már itt kollégákról beszéltünk, még pedig kéményseprő kollégákról, hát átvette a katasztrófavédelem ugye a kéményseprés teendőit, feladatait. Kvázi most már hatósági ellenőrzés mellett zajlik ez a folyamat. Mi az, ami változott? Változott-e például az, hogy értesítőt kapnak a lakók? Mit kell tudni? Lehet-e szólni kifejezetten, vagy csak meg kell várni, amíg jön a kéményseprő, vagy hogyha gond van, lehet szólni, hívni? Miként zajlik ez a folyamat most? Tavaly július 1-e óta vette át a katasztrófavédelem a megye területén a kéményseprő szolgáltatást. Évente egyszer érkezik a szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében a kéményseprő, valóban értesítést kapnak erről a lakók, 15 nappal a kéményseprő kollégák érkezése előtt kapnak, a postaládában észrevehető kapnak egy értesítőt, és hogyha nem tartózkodnak mondjuk otthon ebben az időpontban, tehát az értesítőn megjelölt időpontban a lakók, akkor kapnak egy második értesítőt. Ha akkor sem tartózkodnak otthon, akkor utána az ingatlan tulajdonosnak kötelessége megrendelni a kéményseprő szolgáltatást 30 napon belül. Gyakorlatilag ez anyagilag egyébként mit jelent? Tehát itt van két értesítés. Mi az, amikor azt mondja most már tényleg a kéményseprő szolgálat is, hogy ennyi, ne tovább, nem akar vele foglalkozni, és ez így veszélyes szankció lesz, mert máskülönben saját magát sodorhatja veszélybe az adott lakó? Hát a szankció a legutolsó, ugye nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem hogy megmentsük az emberek életét, főleg a gondatlanságtól. Éppen ezért a kéményseprő szolgáltató igyekszik azért felvenni a kapcsolatot. Sokszor előfordul egyébként, ugye, hogy úgy van az értesítőn megadva 8-tól 16 óráig érkezik valamikor a kolléga, ugye attól függ, hogy az előző ingatlannál milyen gyorsan végez a tisztítással, és sok esetben ugye éppen ezért nem vesznek ki szabadságot mondjuk egész napra. Elkerülik egymást éppen a kéményseprő kollégával, ezért fordul elő, hogy mondjuk másodszorra is megyünk, de hogyha mi tudjuk azt, hogy mondjuk X napon szabadságon leszünk, vagy mondjuk a család egyik tagja otthon lesz, akkor mi jelezhetjük is ezt, tehát időpont egyeztetésre felhívjuk a 1818-as telefonszámot, ez egy ingyenesen hívható telefonszám, ahol nem kell végighallgatni egyébként az összes menüpontot, mert rengeteg menüpont van, hanem a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani, ez a kéményseprő ügyfélszolgálat, ahol Somogyban a marcali központot fogják kapcsolni, és ott lehet időpontot egyeztetni. Egyébként, hogyha mondjuk aznapra van kiírva náluk, tehát az értesítő szerint aznap fog érkezni a kéményseprő, és mondjuk valami úton módon elkerülték egymást, akkor még ha fölhívják ezt a 1818-as telefonszámot, hogy éppen a szomszéd szólt, hogy éppen most ment el a kéményseprő, hogy elkerülték egymást, akkor a marcali kolléganők értesíteni fogják a kéményseprőt, hogy otthon vannak már ezen a házszámon, hogy tessék visszamenni, és akkor aznap még elfogják. Tehát igyekszünk rugalmasan kezelni egyébként ezt, nem szeretnénk szankcionálni, de hogyha a második értesítőt követően 30 napon belül nem rendeli meg az ingatlan tulajdonosa a kéményseprő szolgáltatást, akkor bizony a kéményseprő továbbadja azt a tűzvédelmi hatóságnak. A tűzvédelmi hatóság ilyen esetben ugye a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztálya, ők felszólítják az ingatlan tulajdonosát, tehát még itt is van egy esély arra, hogy megrendelje a kéményseprést, tehát odafigyeljen az ingatlanára, illetve a családja biztonságára is,
és ezt követően, ha még mindig nem tesz eleget a kötelességének az ingatlan tulajdonosa, akkor jöhet a szankció. Gyakorlatilag itt mekkora összegekről beszélünk? Vannak-e itt hatósági díjak? Kérdem ezt azért, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, hát hogyha beengedem, a kéményseprőt fizetni kell. Nem. Attól fogva, hogy a katasztrófavédelem átvette a kéményseprést, annyi változás történt mondjuk ezen túl is még, hogy szilárdtüzelésű berendezéseknél évente egyszer érkezik a kéményseprő, gáztüzelésűnél 2 évente, illetve nagy teljes műszaki felülvizsgálat az 4 évente kötelező. Ezen túl még annyi változás történt, hogy ingyenessé vált a lakossági sormunka. Ugye a sormunka, ahogy már beszéltünk is róla, ez, hogy végig mennek gyakorlatilag a kollégák ezeken az utcákon. Elvégzik az ellenőrzéseket, tisztítást is szükség esetén, tehát ez ingyenessé vált. Hogyha a 2 értesítést követően fog megrendeléssel a kéményseprő helyszínre menni, akkor kell kifizetni a kéményseprésnek a 30%-át, ez olyan 505 forint körülbelül leszámítva. Tehát ez még gyakorlatilag olcsóbb, mint néhány évvel ezelőtt, ami volt. Még egy nagyon fontos információ a lakóknak, amivel ugye bennünket is többször keresnek meg, hogy mi van, hogyha a szomszéd kéménye nincsen rendben, és emiatt például a mellette lévő ingatlanon hát kénytelen, kelletlen dolgokat kell szagolni a kedves szomszédnak. A szomszéd is jelezhet, vagy ilyenkor nem? Tehát, hogy a kéményseprésnél csak az ingatlan tulajdonos, aki rendelhet. Megrendelni magát a kéményseprő szolgáltatást, azt az ingatlan tulajdonosa rendelheti meg, de ilyen esetben mondjuk panasszal is élhet valaki, akkor is vagy a 1818-as telefonszámon teheti meg ezt, vagy e-mailben, de egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu-n részletesen elolvashat mindenki. Minden kérdésére választ kaphat egyébként. A gyakori kérdéseket, hogyha átolvassa valaki, akkor teljesen tisztában jön egyébként a kéményseprésre. Tudom, hogy még effektíven rövidnek mondható ez az időszak az összesítésekre, de jogkövetőek a somogyi polgárok ilyen szempontból, tehát megrendelik a szolgáltatást, hogyha arra járt már valaha a kéményseprő, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogyha baj van, akkor nézi-e a kivonuló tűzoltó, vagy a tűzoltókkal együtt kivonuló kéményseprő, hogy seprette a kéményét az illető? Minden esetben. Tehát kéménytűznél minden esetben a kollégák kérik, hogy a tanúsítványt, hogy járta itt az elmúlt időszakban kéményseprő, és ilyen esetben is ugye a kéményseprő utána, hát attól függ egyébként, hogy mennyire mondjuk sérült-e a kémény a kéménytűz során, sikerül-e akkor kitisztítani a kéményt, vagy esetleg vissza kell mennie még kéménytisztításra, tehát sok mindentől függ egyébként, de minden esetben a tanúsítványt kérjük, úgyhogy ha kéményseprés megtörtént, a tanúsítványt tegyük el utána, amivel tudjuk bizonyítani, hogy valóban járt itt a kéményseprő. Jogkövetőek a somogyiak, vagy sok ügyben van az, hogy noszogatni kell őket, hogy jaj, ez egy fontos dolog, csináltassák már meg. Mondhatom azt, hogy jogkövetőek azért. Apró figyelmetlenségek vannak, amilyen hibákat mondjuk feltárnak az ellenőrzések során a kéményseprő kollégák, tehát például hiányzik a kéményről az ajtó, ami ugyan lehet veszélyes is, vagy tűzveszélyes, mert hogy sok esetben mondjuk egy kartonlappal takarják el a nyílást például, aztán találkoztak olyan problémákkal a kéményseprők, hogy a maga a kémény bomlott le, hiányoznak belőle téglát, tehát ezeket kell kijavítani. Mondhatjuk, hogy olyan 40%-ukban tártak fel hiányosságokat, és hogyha mondjuk a kéményseprő kolléga eltiltja a kémény használatától a lakókat, akkor már úgy érzik a lakók, hogy igenis ott ő nekik tenni kell azért, hogy hát egyáltalán a fűtése megoldott legyen a háznak, úgyhogy onnantól fogva már nagyon gyorsan intézkednek valóban. Mi van akkor, hogyha valaki a fűtési idényt még kibírta, esetleg tudja, hogy probléma van, de hát tavasszal bármikor mondaná a kéményseprőknek, hogy nem néznének rá azért, hogy minden oké-e? Ha még esetleg szükség van téglapotrásra erre-arra, akkor nézzék már meg, hogy rendben van-e. Ilyenre van lehetőség? Abszolút. Attól függetlenül is, hogyha már járt idén nálunk a kéményseprő, ettől függetlenül is bármikor megrendelhetünk egy újabb kéményseprést. Azt ugyan ki kell fizetni, tehát a kiszállási díjjal együtt, de azt mondom, hogy inkább nyugodjon meg a lakóingatlan tulajdonosa, illetve a lakók, mint hogy tűzoltót kell ilyen hívni bármikor. Egyébként ezt javasoljuk is, hogy a fűtési időszak végeztével is
végeztessék el ezt az ellenőrzést, a fűtési időszak indulás előtt mindenképpen, hiszen nem csak arról van szó, hogy most korom rakódik a kéménybe, hanem mondjuk madarak költöznek bele, darazsak költöznek bele, beomlott mondjuk egy tégladarab, vagy bármi vakolat eltorlaszolhatja a füstnek az útját, ami bizony szintén, ahogy te is említetted, hogy a szénmonoxidot annyira részletesen már az emberek szájába rágtuk, mondhatjuk így, de attól még jobb félni, mint megijedni. Lehetnek kellemetlen meglepetések, köszönjük szépen az információkat, és bízunk benne, hogy minél kevesebb teendőt adnak majd itt a környékbeli kémények, és minden rendben működik majd a fűtési időszak végéig, bár tegyük hozzá, hogy volt már probléma itt a környéken is. Köszönjük szépen Bazelni Mihályka Szabinának, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen is. Átvette a vezetést a Moller Rouge a terembajnokság legutóbbi fordulójában, de még korán sincs vége a küzdelmeknek. Egyre hízik a góllövő lista, mutatjuk a részleteket. Tovább folytatódik a barcsi teremlabdarúgó bajnokság. A tabella állása már most érdekesen alakul, így történhetett meg, hogy szombaton egy kisebb rangadót láthatott az, aki ellátogatott megtekinteni a mérkőzéseket. Második forduló kezdődik a mai napon a terembajnokságba, és az első fordulóba, tehát az induláskor már összekerült a két bajnokaspiráns, a Last Minute és a Moller Rouge, és a Moller Rouge győzött a Last Minute ellen, de viszont kikapott az Old Goldtól, és ezért azonos pontszámmal vannak. Majd az egymás elleni eredmény fog dönteni a végén, és mai indul a második kör, és a második kör első fordulójában megint játszanak, tehát ezért a mai nap egy rangadó, illetve a bajnokság befolyásoló mérkőzést játszik a két csapat, a Moller Rouge és a Last Minute. A játékosok is ennek a szellemében készülöttek a fordulóra. A Moller Rouge ellen fogunk játszani, hát kiderül, egy kicsit kevesen vagyunk, de ez az év most valószínűleg most már ez így lesz. Hát ketten megyünk az elsőségért velük, majd meglátjuk, hogy fog végződni a meccs. A Last Minute gárdája nagyrészt a babócsai nagypályás csapatból építkezik. A terembajnokságra nem csak külön versenyként tekintenek, hanem így tartják formában magukat a téli időszakban. Egyrészt ugye intenzívebb, mint nagypályán. A létszám ugye kevesebb, és sokkal több mozgást igényel, kis gyors mozgásokat, mint a nagypályán azért... A játékidő is ugye egyrészt több, másrészt viszont kevesebbszer van nálad a labda. A terem szezonra nem szoktunk külön edzeni. Hát szerintem a mi erőnk abban látszik, vagy abban mutatkozik meg, hogy régóta egymásra játszunk nagypályán is, kispályán is. Mondom, hát ez most már a harmadik olyan csapatunk, ahol gyakorlatilag ugyanezek az arcok játszanak. A lelátókon népes tömeg izgulta végig a fordulót. Akadtak olyanok, akik családtagjaikat kísérték el, de volt olyan is, aki a futballpuszta szeretetéért látogatott el a sportcsarnokba. Kelemen Géza, az FC Barcs elnöke is, mint néző érkezett a szombati mérkőzésre. Én most is azt mondom, hogy kell ez, csinálni kell, és azon kell lenni, hogy a lehetőséghez képest még több csapat, mert az az igazság, hogy a 6 csapat az már elég kevés, hogy 7 csapat van, azt hiszem, és az így elég kevés. Tehát én azt hiszem, ennél több játékos van, akik így tudnának ebben részt venni. Hát valahogy rá kell feküdni a dologra, és mindenkit mozgósítani, hogy legalább 10-12 csapat, mint a régi szép időkben. A szombati mérkőzések végül a következőképpen alakultak. Veteránok olasz görények 5-14. Olasz görények Grandi Ragazzi 12-6. Moller Rouge veteránok 23-1. A Vermont Texas 5-5. Moller Rouge Last Minute 4-2 és a Vermont Grandi Ragazzi 13-3. Barcson 2000 óta szerveznek már rendszeresen ulti versenyt. Hétvégén is ennek a hagyománynak hódoltak a környékbeli városok és falvak zsugásai. A Széchenyi Ferenc Gimnázium ebédlőjében 39 kártyás mérte össze a tudását. A manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő és divatként hódító póker ma már széles körökben ismert. A TV közvetítések és az online játék lehetőségnek köszönhetően nehéz olyan embert találni, aki ne tudná, melyik játékról van szó, ha azt mondjuk drill, full vagy all-in. Magyarországon mindig is népszerűek voltak a különböző kártyajátékok, ám manapság már majdnem, hogy feledésbe vész, hogy a világ egyik legbonyolultabb kártyajátékának mi, magyarok vagyunk a megalkotói.
A barcsi ultisok ezt nem felejtették el, sőt, ennek apropóján rendszeresen össze is mérik a tudásukat különböző versenyeken. Barcson legutóbb szombaton a Széchenyi Ferenc gimnázium ebédlőjében jöttek össze a környékbeli zsugások. 2000 óta működik, környékbelüli faluak jönnek, tehát ilyen 8-10 falu, Csurgótól, Böhönyétől kezdve Szigedvárig. Az ulti szabályokról csak annyit, hogy 4x1 órát kell kártyázni, 15-20 perces szünetekkel, számot kell húzni, ki melyik asztalhoz ül, így össze-vissza, hol egyikkel játszik, hol a másikkal. Ha letelik az egy óra, akkor összeszámolják, egy asztalnál három fő játszik, összenézik, hogy melyiknek volt a legtöbb pontja, úgy helyezés első, második, harmadik. És akkor a négy körben összesítve van, hogy ki hány elsője van, hány második és hány harmadik. A verseny folyamata könnyen nyomon követhető. A játékosok a partik során továbbá pontokat is kapnak, és a verseny végén az első három helyezettet cserlegekkel és egy-egy üveg pezsgővel jutalmazzák. A játék menete már egy cseppet bonyolultabb. Mivel az ulti eredendően kocsmai játék volt, így adja magát, hogy a versenyzők a pontjaikat forintban mérik. Ez lényegében úgy működik, hogy 300 forintja van mindenkinek, abból kell egy órát kártyázni. Ha véletlenül valamelyiknek elfogy, van ilyen, hogy elfogy, akkor abban az órában már nem játszanak. És akkor a következő, meg kell várni, még befejeződik a játék, és akkor a következőben játszhat ugyanúgy, mint hogyha elkezdeni. Csak hát abban nem sok pontot gyűjtött, ha elfogyott. Az osztás után 10-10 lap kerül minden játékos kezébe, 2 lap pedig lefordítva kerül az asztalra. Ez a talon. A nagy ultisok úgy tartják, hogy a talonozás a játék legizgalmasabb része. Ilyenkor a versenyzők egymással licitálnak, leegyszerűsítve olyan ez, mint egy nagyotmondó verseny. A csavar ott van a dologban, hogy a bevállalt liciteket ki is kell tudni játszani, annak, aki a legmagasabbat mondta. Az asztalnál ülő másik 2 játékos ezt igyekszik megakadályozni. De mivel a világ egyik legbonyolultabb kártyajátékáról beszélünk, korán sem ilyen egyszerű a helyzet. Ezt a legjobb, hogyha valaki nézi először, és akkor utána, ha látja, akkor megkérdezi, mert ez menet közben alakul ki. A szombati versenyzőknek szerencsére nem kellett már magyarázni a szabályokat. A megmérettetésre egy híján 40-en gyűltek össze, hogy összemérjék a tudásukat. A kártyajáték kulturális hátteréről érdemes elmondani, hogy senki sem érkezett késve. A versenyt Karvalics Ottó, Barcsváros polgármestere nyitotta meg. Én úgy gondolom, hogy minden versenynek, ahol az emberek, vagy minden rendezvénynek, ahol az emberek összejönnek, annak jelentősége van. Az ulti verseny is ilyen. Ráadásul ez egy több városon, több településen áthúzódó, vagy megrendezendő rendezvény, és nagyjából ugyanez a társaság, vagy kicsit kibővülve van, de ez úgy is mondhatnám, hogy baráti társaság, amelyik a megnyitó után egész jól van még, a közepére kicsit összevesznek, és a végére kibékülnek, de ez a lényeg, hogy nincs köztük harag, együtt tudják ezt csinálni, egyik településről mennek a másikra, egyik városból a másikba, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy közös érdeklődésük van, közös munkájuk van, és közösen végzik el azt a verseny szervezését, feladatokat, amit tulajdonképpen ma is itt látni fogunk. A játékosok reggel 9-től egészen délután 2-ig pörgették a lapokat. Miután mindenki felállt az asztaltól, egy ebéd várta a versenyzőket, eközben pedig a szervezők összesítették a pontokat. A verseny végül Farkas István nyerte, aki főként a fiatalokat hiányolta a társaságból. Hát nagyon sajnos, mint a polgármester úr mondta itt reggel bevezetőjében, hogy nagyon nincs fiatal. Körbe kell nézni itt közöttünk, mind ilyen 60 év közöttiek fiatal. Abszolút nem. Nem tudom, hogy miért nem játszak. Biztos, hogy azért nem, mert ma számítógépen ultiznak. A második helyen Bognár Árpád végzett, a harmadik pedig Szendrei Tibor lett. A legjobb barcsinak járó címet pedig Fodor Béla zsebelte be. Ha netán ezek után valaki kedvet kapott az ultizáshoz, az szombaton csatlakozhat a népes társasághoz, akik legközelebb Csurgón mérik össze tudásukat. Ennyi fért eheti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Január végéig be kell tartani a madárinfluenza miatti korlátozásokat, a térségben nem mutatták ki a kort, Horvátország volt a gócpont.
A Seres Kft. Dolgozói közössége és Reisz Tamás is Somogy polgáraiért díjat vehetett át a megyenapon, ezúttal Csurgó adott otthont a rendezvénynek. Sok változás történt az adózásban, a fogyasztókat, a családokat is érintik ezek. Mutatjuk a részleteket, hogy mire érdemes figyelni januártól. Ne égessünk el mindent a vegyes tüzelésű kályhákban. A kéménytüzekről és a kéményseprésről is kérdeztük a katasztrófavédelem szóvivőjét. Tovább pattog a labda a teremben, a városi bajnokságban a Mole Rouge ugrott az élre. 39 versenyző ült asztalhoz a Barcsi Ulti nyitányon. Az egyik legbonyolultabb kártyajáték úgy tűnik, hogy nem a fiatalok sportja. A folytatásban is 2017-ben is számítunk Önökre, véleményeikre és javaslataikra. Mondom az elérhetőségeket, telefonszámunk 0670 639 1027, elektronikus levélcímünk sem változott, ez pedig az info@barcsmedia.hu. Legközelebb egy hét múlva jelentkezik friss kiadással a Barcsi Krónika, számítunk akkor is Önökre. Viszontlátásra!